tartom. Jöjj, lásd a csodát! Rád vár a világ. Vettem, hogy mi a neve, hát tudod, hogy mi a neve, V-vel kezdődik, és Iagrámra végződik, igen. Igen, drága, mi, hogy minek kell folyton ezzel lenni, hogy másfél éve, most sikerülni fog, biztos sikerülni fog szívem, hogy hol érzem, hát a fülem mögött. Igen, drágám, hogy persze, megyek is a fél órán belül megjön a hatása, és kb. Egy órát tart. Persze. Vedd fel azt a sárga éjjeli köpenyedet. Jó, jó. Jó, estét kívánok! Szia, drágám! Jó, estét! Kezét csókolom. Na, hát én Algelletén jöttem. Hát, igen, csak nekem most már mennem kell. Hát mi? Ki lett adva? Nem lett kiadva, de nekem már nincs idő. Hát akkor én bemutatkozom. Én Burzniákné vagyok. Vékony cingár. Jadviga. Kezét csókolom, ez felvetnél? Nem, ez eredeti. Hát ki gondolta volna? Na, hát, nekem... figyeljen, én kiveszem egy fél évre, jó? Jó, de nekem most már mennem, nekem... Hú, nekem most a... Hú, nekem most a... Le kell ülnöm! Figyelj, segítek, hogy felálljon! Ja, a felállással azzal jelenleg nincsen semmi baj, köszönöm szépen, nekem most a... Figyelj! Sürgősen haza kell mennem! Nem, a hirdetésben az áll, hogy 7 óra. Tehát én eljöttem 7-re, most miért kell most elmennie? Honnan tudja, hogy... Nem most menjen el, menjen el később. Hát nem, úgy van, azt kérem.
Akkor megy el az ember, amikor helyzet van. Tudja, az a helyzet, hogy nekem is most kell változtatnom az életemen, amíg fiatal vagyok, amíg szép vagyok, amíg kedves vagyok és tehetséges. Igen, nekem is most meg kell hazamennem, mert ugyanis otthon vár az asszony. Ne legyen már ilyen merev. Hogy ne lennék merev? Másfél éve várna, hogy ilyen merev legyek. Na ugyani, szerintem az asszonnyal kellett volna beszélnem, mert ilyenkor megragadta volna az alkalmat. Hát arra várok, hogy ragadja meg otthon az alkalmat, az asszony arra várok. Tessék engem szépen hazaengedni, jó? Hát figyelj, mutassa meg! Hát én megmutathatom, de aztán csak telik az idő. De én kíváncsi vagyok, hogy mekkora, komolyan. Hát most nem kicsi. De lehet, hogy egy fél óra múlva másmi fogok beszélni. De érti, hogyha túl nagy, akkor én nem tudom feltartani. Nem kell fenntartani, kérem! Nem kell fenntartani, csak engem tessék hazamenni, miért? Úgy figyelj, áll meg, mint a domárkacsa. Jó, figyelj, mikor ürítették ki? Jó, vannak már másfél éve. Na, hát jó, és azóta így áll. Nem azóta, csak egy fél órája. Én értem, na, de mondja meg, hogy figyeljem, akkor én kiveszem, maga kiteszi, és amit kitesz, arra én rábólítok, na hát értem. Azt mondja, hogy ez a megoldás azért a pénzért. Hát igen, mert központi helyen van. Az egyszer biztos, hogy igen. És tudjam, szerintem nem is kicsi, vagyis nekem megfelel, nekem a mérete teljesen megfelel. Hát ha maga az első, aki ezt mondja, de most tényleg nincs időm, akkor most rajta. Vagy magával, vagy senkivel. Jöjjön, hölgyem! Mit akar? Jaj! Kezdik el hátra! Mi? Segítsenek! Mit mondjam, senki nem... Kezdik el hátra! Gárta! Kezdik el hátra! Azt mondtam, kezdik el hátra! Csem! Szervusz, drágám! Tudtam, hogy nem sikerül, úgyhogy teljesen mindegy! Ne szólj hozzám, kérlek szépen, ne szólj hozzám! Tiszta ideg vagyok! Tudod, elvesztettem a kontaktlencsémet a gyúrótetemben. És tudod, mi a baj? Az a baj, de végül is jó, mert 30 dekát leadtam. Na, persze, Sárit majd megette a savanyú irítség, mert hogy ő ilyen, de én tudom, hogy te mindig vonzottál a Sárihoz, mindig vonzottál. Na persze, nem is szólsz semmit. Hát persze, mindig el is képzeltelek téged a nagy sörpocakoddal, meg Sárit azzal a narancsbőrös seggével. Na mindegy. Tudod, drágám, van egy kis pörkölt, megeheted. Jól van, teszek rá neked gyümölcsöt. Ne morrogj már! Hát ezért nem lesz belőled soha igazgató, mert mindig morogsz! Drágám, tudod, van egy jó hírem és egy rossz. Melyikkel kezdjem? A jóval mondom, jó? Na, működött a légzsák. Hát az autó nincs úgy összetörve, amúgy nincs úgy összetörve! Csak úgy előle egy kicsi... De hátul, édes drága jó Istenem! Hát hátul az katasztrófa. Hát éppen tolattam le a lámpaoszlopról, amikor belém jött az a hülye buszsofőr. Hát hülye egy buszsofőr, hát nem látta, hogy ott vagyok. Na, persze. Na, de megvettem a cipőt, látod? Megvettem azt, amit nem akartál, és befizettem a nyaralásra is, amit egyáltalán nem akartál. És tudod, drágám, hogy honnan volt pénzem? Na, hát megtaláltam a hitelkártyádat. Hát az elején majdnem összetévesztettem a 4-0-t, de aztán rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy mit ütök be, úgyhogy 4-0, ki tudtam venni az egész pénzet. Jaj, most jut eszembe. Jaj, az anyám nálunk hozzánk költözik. Igen. Milyen drága, hogy nem szólsz egy szót sem. Tudtam, mindig így szerettél engem. Árpika, gyere be! Köszönöm én.